Köszöntöm a kincsvadász nézőit! Mai útunk során Magos Dévavára csodájára járunk, és olyan meséket mondunk el önöknek, amelyeket a népi képzelőerő szült erről a csodálatos kincsről. Tartsanak velünk! Legelőször is csak egy kerek őrtorony épült. Kiépítése az 1241-42-es határjárás után indult IV. Béla idejében, mikor a Visegrádi vár is, a Solymosi vár is Lippa mellett, vagy a Lippai vár, a Dévai vár is. Az első írásos megemlítés 1269-ből van, mint Castrum Déve. Az erdélyi fejedelmek kézről kézre adták, attól függ, hogy ki volt hatalmon. Volt Keszti, volt Bátori, volt Betlehem, Hunyadi János is volt. Azt mondják, hogy itt megfordult volt Szécsi Mária és a Murányi Vénusz. 1849. augusztus 13-án felrobbant. Most már ehhez kötődnek legendák, kötődik valóság, az igazságot nem lehet tudni. Kőműves Kelemen vállalkozott a vár felépítésére 12 munkással, hát amit nappal felépítettek, estére mindig leomlott. Egy éjjel Kőműves Kelemen egy olyan álmot látott, hogy az első nőszemély, amelyik feljön a várra, annak elvágják gyenge nyakát, elégetik meg annak hanvaiból, hogyha bekeverik a mézbe, akkor majd biztosan föl tudják építeni. Ő azon is reménykedett, hogy nem lesz az ő felesége, mert hát az ő felesége volt, aki minden nap az ebédet felvitte. Hát fel is ért, fel mikor felér, hát meg is mondják neki, hogy ne mit tanakodtak, hát el is vágják a nyakát, vérét a mézbe keverik, őt meg elégetik, hanvait beliszórják csak a mézbe, és felépítik Dévavárát. Nem csak Kőműves Kelemen balladája kapcsolódik a várhoz, hanem létezik pár olyan legenda is, melyekről jóval kevesebbet hallottunk. Más legenda a várral kapcsolatosan arról szól, hogy talán a várat törpék építették, amelyek 7 évente a várat látogatták. De mikor ők nem voltak itt, egy sárkány látogatott meg minden. Hát volt egy híres vitéz, egy Jován Jorgován nevezető, aki a sárkányt megölte. És hát így lett a legendának vége. Más legenda szerint volt egy óriás, akinek volt 3 aranyhajó tündér lánya. És ezek azon tanakodtak, hogy egy vetélkedőt állítsanak fel maguk között, hogy valamit építsenek, valami szépet. Hát a legkisebbik felépítette Dévavárát. A középső, meg egy a völgyben, egy sziklában egy termálfürdőt épített. És a legnagyobbik meg aranyvárát építette fel. Hát estére el is készült mind a 3 építmény, és persze a legszebb az az aranyvára lett, amiért a legnagyobb tündér kisasszony nagyon is büszke volt. És Gőgje Mián aval fizetett, hogy jött egy nagy idő, és porrázózta a várát. De a Dévavára még mindig áll, és várja látogatóit. A vár kapcsán még fontos megemlíteni azt, hogy a vár börtönében való raboskodása alatt halt meg 1579-ben az Unitárius Egyház alapítója Dávid Ferenc. A cella helyét ma egy emléktábla őrzi a vár belső udvarán. Kedves nézőink, mai kincsvadászatunk végéhez érkeztünk, amelyben az egyik legszebb balladánkból is jól ismert Dévaváráról meséltünk önöknek, illetve a hozzáfűződő legendákról. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kövessenek bennünket továbbra is, illetve nézzék vissza a Facebook oldalunkon adásainkat.
a viszontlátásra!